Nemrégiben jelent meg a Pokémon TCG Pocket nevű gyűjtögetős kártyajáték mobiltelefonos verziója, amiben nagyon szép 3D-s kártyákat tudunk gyűjtögetni, és azokkal online csatázni. Már több mint 30 millióan töltötték le ezt a kártyajátékot, és ez valószínűleg annak köszönhető, hogy a hagyományos fizikai kártyák gyűjtői is sokan vannak, és olyanok is, akik azért kezdték el ezt a mobilos verziót, mert sokkal elérhetőbb és egyszerűbb. Szóval kitaláltam, hogy egy ilyen 3D-s kártyát fogok elkészíteni rétegelt lemezből, és megpróbálom minél plastikusabbá, rétegeltebbé, dombornyomottabbá tenni. A választásom a Charizard EX kártyára esett, ez tűnik nekem a jelenlegi kártyák közül a legikonikusabbnak. Legalább 4-5 réteget tervezek, ezeket majd kivágom és összeragasztom. A tervezést Photoshopban kezdem, kiválasztom, mely formák lesznek a különböző rétegeken, és azokat kivágom külön-külön képekbe. A legfelső rétegen a karmai, a feje és néhány felirat lesz, ezeket vágom ki először. A gravírozást az X-Tool F1-jel fogom kezdeni, ezért annak a szoftverével fogom beállítani a pontos paramétereket. Ez az X-Tool Creative Space, amiben be tudom importálni a rajzoló programban kivágott részeket. A képek méretét egységesítem. 11 cm magas lesz a kártya, ez a méret tökéletesen kezelhető még ezzel a gravírozóval. Mivel PNG-be mentettem el a képeket, így a képek körvonala lesz a kivágandó vonal, magát a képet pedig szürke árnyalatosra állítom. Az anyaghoz tartozó beállítások kiválaszthatók az online adatbázisból, de ezen majd még módosítgatok egy kicsit. Beállítom a kép brightness értékét és a kontrasztot is. A munkamenetek számát 2-re állítom, ez azt jelenti, hogy az adott beállításokkal kétszer fog végigmenni a lézer az adott felületen. A vágás vonalát az outline funkcióval állítom be. Ennek az értékét 0-ra állítva egy pontos vágó vonalat kapok, és nem kell még egyszer körbe rajzolni a vágandó objektumot. Azért, hogy szép, domborműves legyen a felület, kitaláltam egy kis trükköt. A gravírozandó képeket lemásolom 3 példányba, és mindegyiknek más és más fényerő és kontraszt beállítást adok meg. A képeket ezután egymásra igazítom. Itt is 3 beállítással fogom a képet kétszer átgravírozni, remélem így jó plasztikus lesz a felület. Kezdődhet is a gravírozás. A frémeléssel beállítom a vágás helyét, és a gombnyomás után indulhat is. A vágáshoz inkább többmenetes beállítást csináltam, és az energiát egy kicsit visszább vettem, hogy ne legyen füstös, bebarnult a vágott felület. Thank you.
vágás tökéletesen sikerült, de nézzük a felületét. A felszíne szépen ki lett mélyítve, elsőre ezzel elégedett is vagyok. De jöhet a hátulja. Ezt már pontosabban kell igazítani, mert nem mindegy, hogy hova kerül a minta. Itt a napfénynél nagyon jól látszik, hogy legalább fél milliméter mélyen belemartunk az anyagba, és az is tetszik, hogy nem égette feketére az anyagot a lézer. A központosítás lehetett volna egy kicsit jobb, de mondjuk elfogadható lett. Jöhet a második réteg, ezt is a már jól bevált beállításokkal gravírozom és vágom. Ez lesz a középső réteg, az előző volt a háttér, ez a 3 mm-es réteg vastagság elég jól el fogja különíteni az egyes rétegeket. Jöjjön akkor a feje és a keze és a kiemelkedő feliratok legfelső rétege. Akkor össze lehet ragasztani a darabokat, már kezd összeállni a kép.
hátuljára nem terveztem további rétegeket, de a feliratnak és a közepén levő labdának mégiscsak ki kéne emelkednie. Úgyhogy kivágom ezeket is utólag. Ezeket a darabokat is jól beragasztózom, és gyakorlatilag kész is a kártya. Pontosan olyan lett, mint amit terveztem. Több rétegű, jó, mélyen gravírozott felület, és a vágások sem lettek túl füstösek, annak ellenére, hogy ez a gravírozó nem fújja a levegőt a lézernél, hanem csak elszívja. A különböző rétegek mélysége és textúrája nagyon jó összhatást eredményez, és ez a Charizard EX szinte kilép ebből a kártyából. Az apró részletek, mint a kidomborodó felületek és a belegravírozott szövegek nagyon jól sikerültek, és tényleg sikerült elérnem azt a 3D hatást, amit elképzeltem. Az egész folyamat remek élmény volt, és azt tervezem, hogy további kártyákat is elkészítek ezzel a technikával. Én nagyon élveztem ezt a projektet, remélem nektek is tetszett a videó. Sziasztok!